melyikkel kezdjem. Jó, hát akkor az, azt hiszem, hogy 86 vagy 87, mikor bejelentették, hogy a kertünknek egy végét le fogják vágni, mert ottan vezetik a villamost. És akkor az nagyon durva volt, de tényleg, tehát hogy így addig volt egy hosszú kertünk, ami kinyúlt egészen a Bábes Park széléig. Azt így elvágták, nagyapám mondta, hogy hát ő már nem is rak kerítést, mert úgyis le fognak bontani. Előbb vagy utóbb. És akkor nagyon utáltam a villamost, rettenetesen utáltam, ez ilyen visszatérő motivum az életemben, mindig eszembe szokott jutni, amikor így rákérdeznek. És nagyapám, mivel vízgázszerelő, ezért egy csomó mindenféle vas, meg egyéb található mai napig is az ő háztartásában, és ezekből én néhányat hátra vonszoltam a frissen megépült villamossínre, és elbújván a bokorba vártam, hogy sikerül-e a kamikádzi akció, mert nem sikerült, mert messziről észrevette a Kaller, hogy ott valami van a síneken. Na, de körülbelül így éltem meg a dolgot. Úgyhogy ez szokott eszembe jutni, vannak szebb emlékeim is, de ez azért nagyon éles, mert olyan meghatározó volt.